Október 2-án történelmi jelentőségű népszavazás lesz arról, hogy az Európai Uniónak adunk-e felhatalmazást arra, hogy illegális bevándorlókat kényszerrel a Magyarországgyűlés megkerülésével betelepítsen Magyarországra, fogalmazott Földi László országgyűlési képviselő. Ez nem pártpolitikai kérdés, hanem nemzeti ügy. Mindenkinek alapvető érdeke, hogy október 2-án minél többen menjenek el szavazni és voksoljanak nemmel, hangsúlyozta Földi László. Azt önök is tudják, kedves nézők és a kedves sajtó képviselő is, hogy azokat a robbantásokat, azokat az erőszakos cselekményeket, amelyeket Nyugat-Európában elkövettek, azokat a migránsok követték el. Nők megerőszakolása, katolikus pap meggyilkolása. És kérem, hogy ne üljenek fel azoknak, akik a népszavazás bojkottálására szólítanak fel, hiszen azok az emberek, akik ezt teszik, nem szeretik a hazájukat, és nem kívánják megvédeni saját nemzetüket, saját népüket, saját országukat. Így tehát arra kérem kedves mindannyiukat, hogy október 2-án az urnák előtt találkozzunk, és szavazzunk nemmel a kényszerbetelepítésre. Az ország és azon belül Cegléd is mindig példát mutatott arra, hogy aki kopogtatott és az ajtónkért bebocsájtást, befogadtuk. De aki az ablakot betörve szeretne bejönni, azokat nem szabad. Erről a képviselő és a város polgármestere is beszélt. Október 2-án ezzel a népszavazással elmondhatjuk azt, hogy azokat az embereket, akiknek segíteni akarunk, azokat mi magunk el tudjuk dönteni és el akarjuk dönteni, hogy befogadjuk vagy nem fogadjuk be. Éppen ezért arra, hogy mások mondják meg nekünk, hogy ki az, akit be kell fogadnunk, határozottan ki kell állni és nemet kell mondanunk, hiszen ez a saját önrendelkezésünket csorbítaná, a saját döntési jogkörünket változtatná meg, és alapvetően az Európai Uniós normákat, az Európai Uniós alapelveket is megingatja bennem. Személy szerint ő nem szeretné, ha olyan problémákkal kellene szembenézni, mint az uniósok hibás bevándorlási politikát folytató országának, városának kell, hangsúlyozta a polgármester.